Amennyiben viszkető, égető vagy szúró fájdalmat tapasztalsz a lábaidban vagy a kezeidben, úgy elképzelhető, hogy valamilyen idegkárosodásban vagy érintett. Az idegek elektromos jeleket szállítanak az idegrendszerünkön keresztül, amelyek az agyunkból vagy a gerincvelőnkből érkeznek. Jellemzően az idegszálak a végükön hajlamosak megsérülni, és amint ez bekövetkezik, úgy megtapasztalhatod az említett érzéseket, amik először az újbegyekben vagy a lábújakban jelentkezhetnek. Súlyosabb esetekben zsibbadást vagy izomgyengeséget is érezhetsz, amik akár az úgynevezett perifériás neuropátia típusú idegsérülés meglétét is jelezhetik. Kialakulásuk hátterében olyan egészségügyi állapotok lehetnek, mint a magas vérnyomás vagy vércukorszint, tápanyaghiány vagy a túlzott alkoholfogyasztás. Szerencsére több olyan jótékony vitamin is létezik, amelyek bizonyítottan segíthetnek a sérült idegpályák regenerálásában, és videónkban most a top 7 ilyen vitamin kerül bemutatásra. Itt fontos megemlítenünk, hogy a videóban a vitamin fogalmát széles körülön fogjuk értelmezni, így ide fogjuk sorolni az antioxidánsokat, ásványi anyagokat és fitotápanyagokat. Lássuk tehát a listát! Alfa-liponsav. Ha szeretnéd az ideg károsodásaidat helyreállítani, úgy javasoljuk, hogy fogyassz napi három alkalommal 600 mg alfalipon Ez a típusú sav egy természetes antioxidáns, amit a testünk is előállít és gyakran alkalmazza idegpályákkal kapcsolatos problémák kezelésére. Az alfalipon úgy fejti ki hatását, hogy fokozza az idegpályák vérellátását, így támogatva azok regenerációját az oxidatív károsodással szemben. Sőt, az alfaliponsav még az elektromos jelek továbbítását is támogatja az agy és az idegpályák között. Amennyiben természetes módon szeretnéd pótolni az alfaliponsavat, úgy megteheted az olyan élelmiszerek rendszeres fogyasztásával, mint a vörös és szelfúsok. B1 vitamin A B1 vitamin az egyik legjobb vitamin, amit a sérült idegeit helyreállításához használhatsz. A különböző idegkárosodások gyakran a rosszul megválasztott élelmiszerek fogyasztásából ered, aminek következtében túl sok cukor lesz a vérünkben. A magas vércukorszint gyulladásokat és oxidatív károsodásokat okozhat a véredényekbe, amelyek közvetlenül csatlakoznak az idegekhez. Végső soron ez azt eredményezi, hogy az idegek nem lesznek képesek megfelelően üzenetet küldeni az agyunkba, ami a már említett égető, zsibbadó, szúró érzéseket fogja kiváltani. Sőt, a B1 vitamin még a szorongás okozta tünetek enyhítésében is a segítségedre lehet azáltal, hogy képes megnyugtatni az idegeket és fokozni a koncentrációt. Ha B1 vitaminnal szeretnéd regenerálni idegkárosodásodat, úgy javasoljuk, hogy fogyasz belőle 300 mg napi két alkalommal, ha pedig természetes módon pótolnád, úgy fogyasz olyan élelmiszereket, mint a napraforgómag, tojás vagy a spárga. Extra szűz csukamájolaj az idegek regenerálásában fontos szerepet tölthetnek be az olyan élelmiszerek, amelyek gazdagok omega-3-ban. Különösen a DHA típusú omega-3 olaj lehet előnyös az agyunk és az idegpályáink egészségének szempontjából, mivel a testünk ezt az olajat használja fel az új neuronok és idegsejtek létrehozására, ráadásul a legnagyobb mennyiségben található meg az agyunkban. Az extra szűz csukamájolajat olyan ételek fogyasztásával pótolhatod, mint a lazac, szardínia vagy a makréla. Ha pedig koncentrált formájában próbálnád ki, akkor mindenképpen az izlandi csukamájolajat javasoljuk. Étkezési élesztő Az étkezési élesztő 2-3 evőkanállal történő napi fogyasztása elképesztő egészségügyi hatásokat eredményezhet a testünkön. Többek között az étkezési élesztő rendkívül gazdag B1, B3, B5 és B6 vitaminokban, amelyek mind-mind fontos szerepet játszanak az idegek egészségének megőrzésében. Kutatások pedig már bebizonyították, hogy az étkezési élesztő rendszeres fogyasztása segíthet a vércukorszint szabályozásában és visszafordítani a neuropátiát. Amennyiben eddig tetszett, amit a videónkba hallottál, úgy kérlek támogass minket feliratkozásoddal, lájkold videóinkat és bátranozd meg barátaid között is. Kurkuma a kurkumát több mint négyezer éve alkalmazzák a fájdalom és a gyulladások csillapítására. A kurkuma általában körigben jelenhet meg, illetve italok ízesítésére is használják. Sajnos a magyar konyha művészetben ritkán kap szerepet, pedig egy valóban elképesztően egészséges fűszer, ami szinte bármilyen idegpályával kapcsolatos gyulladást és fájdalmat hatékonyan enyhíthet. Amennyiben a lehető leghatékonyabb formájában szeretnéd élvezni a kurkuma jótékony hatásait, úgy javasoljuk, hogy keverd össze fekete borssal, mivel a borsban megtalálható jótékony vegyületek akár 200%-kal fokozhatják a kurkuma felszívódását a testedben. Cink A cink egy létfontosságú ásványi anyag, amelyet testünk neuronok, hormonok és neurotranszmitterek előállításához is használ. A felsoroltok mindegyik alapvető szerepet játszik az idegrendszerünk egészségében. Rendelkezésre álló tanulmányok pedig már azt is megerősítették, hogy a cink rendszeres fogyasztása kifejezetten előnyös lehet a szemünkben megtalálható idegek regenerálásában, különösen azoknál, akik cukorbetegségben érintettek. Amennyiben szeretnél több cinket bevinni a szervezetedbe, úgy bátran ajánljuk az olyan élelmiszerek fogyasztását, mint a kagylók, rák, máj, hínár vagy a tökmag. Alternatív lehetőségként pedig javasoljuk a cink kelát napi 30 mg-ban történő fogyasztását, ami bizonyítottan támogathatja a vércukorszint szabályozását, így biztosítva védelmét az idegeknek a különböző sérülésekkel szemben. B12 vitamin Nagyon sok ember érintett a B12 vitamin hiányban, különösen az idősek és azok, akik főként növényi alapú élelmiszereket fogyasztanak. A B12 vitamin rendkívül fontos szerepet játszik az idegpályáink védelmében és egészségének megőrzésében, köszönhetően annak, hogy részt vesz az őket körülvevő védőburkok kialakításában. A B12 vitamin pótolhatod olyan természetes forrásokból, mint a kajlófélék, tengergyümölcsei, vörös húsok vagy a tojás. Amennyiben pedig táplálékkiegészítő mellett döntenél, úgy naponta javasoljuk, hogy fogyasz belőle 1800 mg -ot. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az idegkárosodást helyreállító vitaminok pótlására több lehetőség is rendelkezésre áll. Fontos azonban megértened, hogy ha tartós javulást szeretnél elérni, akkor nem elég csupán a videóban felsorolt vitaminok valamelyikét beépíteni az étrendedbe, hanem életvitellel kapcsolatos változtatásokat is eszközölnöd kell. Pontosan ezért végezetül összegyűjtöttünk néhány jó tanácsod, ami neked is segítségedre lehet felgyorsítani az idegkárosodások gyógyulását, illetve azok kialakulásának megelőzését. Kerüld a gyulladásokat okozó növényi olajok fogyasztását, mint a kukorica, szója, vagy a feldolgozott olivaolaj. Próbálj legalább heti-két alkalommal tenger gyümölcseit fogyasztani. Szinte bármilyen finomság szóba jöhet, mint az olajos halak és a kajlófélék. Ezen élelmiszerek mindegyike gazdag meg a három zsírsavban, ami nagy mértékben hozzájárulhat a gyulladások csökkentéséhez, és agyunk egészségének megőrzéséhez. Iktasd be az időszakos bőtöt az életedbe. A bőtölés bizonyítottan segíthet stimulálni az autofágia folyamatát, amelynek során a szervezetünk megszabadul az elhasználódott fehérjéktől, és felhasználva azokat, új fehérjéket hoz létre. Amennyiben a testünkben az autofágia rosszul működik, úgy hamarabb öregszünk, illetve nagyobb eséllyel alakulhatnak ki krónikus betegségek. Végül, de nem utolsó sorban, végez valamilyen fizikai aktivitást legalább heti két alkalommal. Szinte bármilyen sport szóba jöhet, sőt, akár a séta is nagyon jó döntés lehet. A rendszeres testmozgás hozzájárulhat a megfelelő vérkeningés fenntartásához, ami többek között csökkentheti az idegkárosodások megjelenését. Ezzel most videónk végéhez érkeztünk, és ha tetszett a top 7 idegkárosodást helyreállító vitamin, amit neked is összegyűjtöttünk, akkor kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, hozd meg korábbi videóinkat barátaid között is, és bátran kommentelj. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk.